Igen, jól látták, a választások után egy nappal a Batthyány kormányról fogunk beszélgetni, mert hogyha alaposan megnézik a műsorfüzetünket, akkor szombaton olvashatták, hogy 1848-ban április 7-én alakult meg Batthyány Lajos kormánya. Hát, hogy kikből is állt ez a kormány, és hogy milyen szerepet játszott akkoriban a történelemben, arról beszélgetünk. Most itt van már velem a stúdióban Csorba László egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Na hát ugye március 15-én már beszélgettünk, és akkor ugye a folyamatában, hogyha vizsgáljuk ezt az eseményt, akkor ez következett, ugye, hogy április 7-én kormányt alakítottak. Mert ugye egy dolog az, hogy a nép kinyilvánítja akaratát, ami egyébként a korábbi évtizedek küzdelmeinek is folyamánya volt, és azután ezt meg kell valósítani. És valóban egy roppant bonyolult, összetett, de nagyon hatékony törvényhozási folyamat zajlott Pozsonyban, hogy a forradalom vívmányait hogyan lehet immáron a valóságba átültetni a törvények segítségével, hiszen majd a törvényeket kell a kormányzatnak megvalósítania, és valóban sikerült azt a sajátos helyzetet létrehozni, hogy új kormány valódi felelős parlamentáris kormány jön létre, miközben még nincs népképviseleti országgyűlés, ez majd csak a törvények eredményeképpen a nyáron fog létrejönni. De ez a kormány már ekkor együttműködve az egykori rendi parlamenttel elkezdi végrehajtani ezt a lenyűgöző programot, és valóban azt kell mondanunk, hogy olyan összetétel a kormánynak, hogy talán soha, ez nyilvánvaló, hogy a magyar történelem sose fogja ezt felülmúlni, mert egy egészen fantasztikus nemzedék, egészen nagyszerű tagjai ők, akik lényegében megvalósították a modern Magyarországot, a bomló középkori világból, a piacgazdaságot, a civil társadalmat, a parlamentáris államberendezkedést, tehát gyakorlatilag azokat a pilléreket, amiken a mai életünk nyugszik. Most futballban, meg különböző sporteseményekben szoktak nagy világversenyeken ugye All-Star csapatot válogatni, hát igen. Akkor ez a kormány is akkor egy ez ilyen nevezhetjük All-Star csapatnak? Igen, bár ugye átlag életkoruk nem volt túlságosan magas, de valóban a korábbi ellenzék egészen kiemelkedő tagjáról van szó. Először is Batthyány Lajos mindjárt, ugye Batthyány Lajos volt az ellenzéki párt vezére, és már az előző évtizedben is ő lett az ellenzéki politikai mozgalomnak is az igazi vezére alakja. Nem elsősorban teoretikus munkával, nem elsősorban viták és szövegek révén, hanem inkább mondjuk azt a hálót, azt a politikai összefüggés rendszert működtette nagyszerűen Batthyány, természetesen barátai, munkatársai, családja és egyebei révén, amely ezt a gyönyörű politikai mozgalmat irányította és vezette. Másrészt pedig az ellenzék irányzatai jelennek itt meg. Megjelenik a közép, ez a legfontosabb, Deák, Kossuth, Klauzál, ők a közepet jelentik, de megjelenik egy picit a jobb szél, ugye Széchenyi, aki nem a reformok tartalmában a jobb szél, hanem inkább a taktikában. Tehát, hogy ugye ő nagyon óvatos volt, félt attól, hogyha élesen ütköznek a mi érdekeink Ausztriával, akkor ebből baj lesz. És megjelennek aztán különböző ilyen kisegít nagyszerű figurák, például mondjuk egy katona ember, aki korábban nem vett részt a politikában, Mészáros Lázár, de például a Pesti Hírlap előfizetője volt, vagy mondjuk Eszterházy Pál, aki egy nagyon nagy tekintélyű külpolitikus, és utálta Metternichet, tehát ezért volt egy fontos tagja a kormánynak. Nézzük meg akkor, én itt puskául kinyomtattam igen. magamnak a tagokat, uh-huh. és hát ugye van egy, a táblázatnak egy olyan része, hogy mely pártból érkeztek, ez is érdekes. Hát igen, de itt a pártot nem szabad a szumai értelmébe venni, itt lényegében akikről a közép, akikről beszélünk, ők mind az ellenzéket jelentik. Azt, hogy az ellenzéken belül mondjuk az úgynevezett centralisták egy kicsit más motivum hangsúlyozzák az ellenzéki összprogramnak, ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. Ötvös nem elsősorban azért került be a kormányba, mert ő centralista volt, hanem mert a reform ellenzéknek az egyik legnagyobb hatású, a kulturális politikával foglalkozó figurája volt. És hát természetesen az pedig magától értetődő volt, hogy a reform centruma kerül be, tehát Szemere, Deák, Kossuth, ők mind-mind a centrumnak az emberei. Az egy későbbi belevetítés, hogy ezek ilyen radikálisok, anadekesek, stb. Nem, itt egy közös program volt, és az a zseniális, hogy ezt a közös programot valósították meg, aminek Batthyány Lajos volt tulajdonképpen a legkiválóbb közös képviselője. Akkor szerintem menjünk tisztségenként sorba, nézzük először rögtön az igazságügyminisztert. Ugye Deák Ferencről van szó, Deák ekkor már egy roppant nagy
tekintő, a 30-as évek közepe óta az ellenzék egyik vezére, akit jogi tudásáról, törvénytől, történeti tudásáról, és nagyon nagyszerű taktikai érzékel is ismernek. Széchenyi például egy középpárt vezetőjét akarta belőle csinálni, egy olyan középpártnak, ami a reformellenzék és a Bécsi udvar és a konzervatívok között van, de Deák ezt nem vállalta, ő a reformellenzék derékhadával mozgott össze. Ekkoriban egyébként szoros barátságban van Kossuth Lajossal. Ugye Kossuth fiát, legidősebb fiát azért hívják Ferencnek, mert Deák a keresztapja. Tehát ők egy nagyon szoros szövetségben vannak egymással. Ez nem azt jelenti, hogy minden taktikai kérdésben egyetértenek. Bizonyos kérdésekben Kossuth úgy érezte, hogy a nyomás olyan, menjünk különben, menettetünk írt a korábban. Tehát ezért ő bizonyos kérdésekben előbbre lépett. De az alapkoncepciójuk az azonos volt. Ki volt a kormánynak a belügyminisztere? A belügyminiszter Szemere Bertalan, egy nagyszerű tehetsége a Borsod megyei ellenzéknek. A korábbi évtizedekben elsősorban Miskolcon, ugye Borsod megye ellenzéket vezette, remek tolla volt, tehát kiváló íráskészsége, és hát az ellenzéki politizálásban szerzett tekintélye, az ellenzék fiatalabb nemzedékét az ő révén vonta be a kormányzati munkába. Most, ahogy itt nézem a neveket, eszembe jutott, hogy hát én minden nap eljövök a Széchenyi téren, ott az ötvös szobrot is megtekintetem, majd elérkezem a Deák térre, de hát ugye a vallás és a közoktatásügyi miniszter volt Ötvösi József. Ötvösi József, így van. Ötvös író volt eredetileg. Ő egy nagyon sajátos komplex értelmiségi, tehát egyszerre a később idősebb korában főleg a tudományos munkássága nagyszerű, államelméleti, közjogi, társadalomtudományi munkássága egészen kiváló, korábban pedig ez van, mint szépíró, ugye a falu jegyzőjének a szerzője, a Kartaúzinak, tehát őt, mint irodalmát ismerik. Ezáltal, mint egy adódott az, hogy az ő területe a kultúrával érintkezik, hát abban az időben ugye a vallás és közoktatás ügy volt egy ilyen komplex terület. A vallás egyébként roppant érdekesek és fontosak, hiszen ebben az időben még ugye a mindennapi életben a vallás formális jelenléte nagyon lényeges. Tehát az a fordulat, hogy ugyan az egyén számára ez ugyanolyan fontos lesz, de elsősorban a magánélet területén ebbe a században vagyunk benne. Tehát ennek folyamán zajlik ez a dolog, és ennek a folyamatnak a modernizálásában Ötvös roppant fontos szerepet játszott, mert ő egy roppant fontos korabeli szellemi irányzatnak, az úgynevezett liberális katolicizmusnak volt az egyik csúcsfigurája, Ötvös Deák egyébként ugyanígy. Ez egy olyan megoldás, amely a katolikus egyház egykori lenyűgöző örökségét ezt a modern polgári gondolkodással kapcsolja össze. Igen. És a király személye körüli miniszter, ez számunkra így 2018-ban egy kicsit megfoghatatlannak tűnik. Persze, de csak akkor, hogyha nem jövünk el arra, hogy ez szemben a külügyminisztérium nagyon röviden, hiszen a király a személye a többi tartományokat jelenti. Tehát a birodalom többi részével való kapcsolatot intézte ez a miniszter, tehát ő többen egy kis mini külügyminiszter volt, így nőtt azután. Tehát ebből nőtt ki azután az önálló magyar külügyminiszter. És ugye ezt a földművelés kereskedelmi ügyeket is említeni kell, Klauzál Gábor, aki Deák nagyszerű barátja volt, ő is a reformtábor zöméhez tartozott, ugye korábban, mint Csongrádi követ, pont olyan időszakokban, amikor Deák nem volt az országgyűlésen, akkor ő az ő vonalát vitte tovább, és szintén egy nagyszerű, nagy tekintélyű, kiváló reformpolitikus volt. Kossuth Lajosnak mi volt a szerepe a kormányban? Kossuthnak az egyik legnehezebb szerepe volt, és hát sokan arra is gondoltak, hogy ebbe bele fog bukni, ugye, mert a pénzügyek azok egyrészt speciális ismereteket igényelnek, másrészt pedig hát tudjuk jól, hogy a Habsburg Birodalom pontosan azért, hogy a magyar kormányzatot nehéz helyzetbe hozza, ugye kiszivattyúzta az éves forgó pénzeszközök egy jelentős részét a magyar kormányzatnak, pénzt is kellett teremteni. Na most Kossuthnak korábbi reform tevékenysége folytán egy nagyon erős, remek pénzügyi átlátása volt. Ő ugye olyan fontos intézmény gazdaságügyével is foglalkozott, mint a Védegylet, vagy a Fiumei Vasút Társaság, és ezek révén ő abszolút napi szinten benne volt. Értett hozzá. A pénzforgalomhoz, a részvényekhez, az, hogy most hogyan kell ugye az ügyeket lefordítani a gazdaság nyelvére, majd utána visszafordítani az ügyek nyelvére. És ezért ő lenyűgöző szaktudással irányította a magyar pénzügyeket, és valóban sikerült azt a fantasztikus mutatványt megcsinálni, hogy
hogy megteremteni majd az önálló magyar állam a Szabadságharc pénzügyi alapját. Tehát hogyan lehet finanszírozni a honvéd hadsereget és az ellenállást, ez Kossuth 48 tavaszi pénzügyi munkáján alapult. És Széchenyi hogyan került ebbe a kormányba? Mi volt az ő szerepe? Mert hogy ő ugye párton kívüliként érkezett. Így van, és sőt, Széchenyi ugye a korábbi kormányzatnak szintén tagja volt, hiszen ő helytartó tanácsos volt, méghozzá a közlekedés ügyeket irányította. Ez egyébként a korábbi struktúrában tulajdonképpen egy közlekedési miniszteri funkciónak felelt, meg van is egy megjegyzés a naplójában, hogy rólam azt fogja gondolni, hogy kétszínű játékot űzök, hiszen az előző rendszerben is ugyanezen a poszton voltam, és ebben a rendszerben is. Széchenyi azért került be, mert Batthyány zseniálisan fölismerte azt, hogy itt egy széles összefogást kell demonstrálni, márpedig Széchenyi azért mégiscsak hangulatában, tekintélyében, vonzerejében mégiscsak a reform embere volt, még a 40-es években ugye a reformtábor zömével neki nagyon sok konfliktusa és ellentéte volt, mert ugye ő félt attól. Tehát ő nem érzékelte azt, amit ők éltek át, hogy itt minket elfog, egy nép harag el fog minket söpörni. Széchenyi óvatosabban akart lenni, de Batthyány fölismerte azt, hogy Széchenyi is ezt az összetett palettát, mozaikot képviseli, és Széchenyi, amikor fölkeltett, azt mondta, ha szükségetek van rám, akkor jövök, este azt írta napra, hogy lógni fogok. Tehát nagyon érdekes ennek a kettőséget, de vállalta ezt, és lenyűgöző az, hogy olyan emberek, akik többen személyükben elég utáltak egymást, és politikailag is komoly feszültség volt a közöttük, mint Széchenyi és Kossuth, ezek mégis vállat vetve ugyanabban a kormányban ugyanazt a nagy politikát, a nagy birodalom védőernyője alatt egy önálló magyar önrendelkezési politikát képviseltek. Ez volt akkor ennek a kormánynak a zsenialitása. Említsünk meg akkor egy pár dolgot, hogy mit vittek véghez 1848 tavaszán. Roppant nehéz nyolán. Volt. Roppant, igen, tökött a nyár végig. Tehát roppant nehéz helyzet volt ez, hiszen ugye lavírozni kellett, miközben egyre több információ szólt arról, hogy az a döntése Bécsnek, hogy elfogadja a 48 tavaszi átalakulást, ezzel ott nem mindenki ért egyet. Tehát van egy ellentábor, ugye ezt nevezték Kamarillának, amely megpróbálta átalakítani a bécsi politikát, hogy forduljon szembe Magyarországgal, és a két legfontosabb dologban intézkedjünk. Ugye azt mondja Kossuth, hogy akinek egy keze a nemzet zsebében, és a másik kezében a nemzet fegyvere, az azzal a nemzettel rendelkezik. Hát a Batthyány kormány ezt próbálta megvalósítani, az önálló magyar pénzügyeket, hogy a nemzet zsebéből ugye fizetni lehessen az új magyar államhatalmat, és a nemzet fegyverét, tehát katonai erőt, tehát visszahozni a birodalmi közös, nem közös, ugye ez a szó itt nem jó, a birodalmi egységes hadseregből lehetőleg a magyar utánpótlású katonai erőt az hazahozni Magyarországra, mert ugye kormányozni hogyan lehet pénzzel és fegyverrel, tehát ezek az eszközöken. És ezt valóban a magyar kormány többé-kevésbé biztosítani tudta mindaddig, amíg Bécsben sajnos felülkerekedett az ellentábor, leverték a csehországi mozgalmakat, győztek Itáliában, és akkor Magyarország ellen fordultak, és felrúgták a tavaszi döntést, az áprilisi törvények szentesítését, és azt követelték, hogy a pénzügyek és a fegyvere, tehát a hadügyek, azok újra legyenek Bécs kezében. Ez a következett be. Ez lett a Batthyány kormány vége, ez már egy új szakasz, a szabadságharc kitörésének időszaka. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, ezt a rendhagyó történelem órát, és várjuk vissza legközelebb köszönöm is. Köszönöm szépen.